Van, ahol igen, Szabolcs-Szentmár-Bereg megyében még nem mutatták ki az influenza vírust. Viszont az esztendő második hetében emelkedett az influenza-szerű megbetegedések száma, duplájára nőtt a házi orvoshoz fordulók aránya. Nyilván összefüggésben van azzal, hogy az iskolába, óvodába elkezdtek járni a gyermekek, tehát a zárt térben a vírus átadásának a lehetősége az természetesen könnyebb lett, illetve a tömegközlekedési eszközökön megnövekedett a lakosság száma, és hát ez, illetve a téli időjárás, általában a nem túl hideg, hanem ez a latyakos, csapadékos időjárás kedvez a vírusok terjedésének. Akkor mondhatjuk, hogy influenza, ha a vírust kimutatták a laboratóriumban, de a tünetek alapján az orvos meg tudja különböztetni a két kort. Az influenza-szerű megbetegedés lassabban kezdődik, néhány nap alatt éri el a csúcsát, jellemzője a torokfájás, orrfolyás, köhögés, láz, esetleg csak hőemelkedés. Az influenza robbanásszerűen jelentkezik, végtag fájdalommal, hirtelen magas lázzal, elesettséggel, fejfájással, esetleg hányással is társulhat. Tehát drasztikusabbak és gyorsabban kialakulók a tünetek. A téli időszakban legyengült immunrendszerünket fehérje és vitamindús táplálkozással lehet erősíteni. Célszerű sok folyadékot inni, nagyokat aludni, és az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözködni, s ha a körülmények engedik, szellőztessük lakásunkat, munkahelyünk tereit. Influenzás, illetve influenza-szerű megbetegedések halmozódás esetén ne nagyon menjünk olyan környezetbe, ahol tartósan zárt területen sok ember előfordul. Ezt próbáljuk elkerülni, illetve a védekezésben egy nagyon fontos dolog, hogy mivel cseppfertőzésről van szó, ezek a cseppfertőzéssel megtapadnak különböző anyagokon, tehát mindenféleképpen a tartós, gyakori kézmosás ez elengedhetetlen. Illetve itt a harmadik, a védőoltásoknak a beadása. A tisztifőorvos szerint nem késő a védőoltás, hiszen 10-14 nap alatt alakul ki a védettség. A rizikócsoportba tartozóknak mindenképpen érdemes oltásra jelentkezni. Mint oly sokszor mondják a szakemberek, a vírusfertőzést tüneti kezeléssel, lázcsillapítókkal, pihenéssel lehet gyógyítani. Antibiotikumot csak akkor kell szedni, ha bakteriálisan felülfertőződik a vírus.